A második rész jön az edzésnek, a nyújtás. Helyezkedjél lilla nyújtott ülésbe. A kötelet megfelezed, illetve megnegyedeled. Otthon is csináljátok. Ki mennyire hajlékony, annyira hajtogassa össze a kötelet. Ez még jelenleg egyszerűnek kell, hogy tűnjön. A kevésbé hajlékonyok is meg tudják csinálni. Tehát előre hajol, átteszi a kötelet rajta, majd szépen egy kicsit húzhatja magát előre, előre, úgy, és visszahúzza a kötelet. Ez túl egyszerű volt, még tovább felezheted, és akkor nagyon mélyen előre kell hajolni szépen, próbáljuk meg a térdünket kinyújtani, nagyon jó, úgy tartsuk még egyszer. És visszaszámolunk 20-tól szépen, nyújts ki a térdedet teljesen, feszítsd át a térdüzületet, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, szépen átveszed, majd dőlünk hanyat fekvésbe. Beleakasszuk a kötelet az egyik lábunk lábfejébe, vagyis a talpához, és szépen húzzuk a saját erőnkkel magunkhoz közelebb a lábat. Figyeljünk oda itt is azra, hogy térdüzületben nyújtva legyen a láb, és szépen ameddig tudod, húz magadra, és amikor úgy érzed, hogy a maxon vagy, a másik lábra is figyeljünk oda, hogy ne hajlítsuk be, hanem lent nyújtva legyen. Szépen, és akkor szépen még 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, majd szépen lassan engedjük vissza a lábunkat, és áttesszük a kötelet a bal lábra. Lilla taktikus, nem is kell föl. És húzzuk magunk felé szépen a lábunkat. Nyújtod a másik lábat. Lilla, egy kicsit mosolyogja, mert megijednek tőled a gyerekek. És húzza, ameddig ez a max. Na, úgy nyújtsuk ki a lent lévő lábunkat. És akkor még egy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és szépen lassan visszaengeded a lábadat. Majd fordulsz szépen hasonfekvésbe. Nem baj, ha be van akadva a lábad, úgyis be kell akasztani. És szépen hátrahúzod a lábfejet, az egyiket. Segítsünk? Segítsünk. Jó, tehát megfeszíted a kötelet, feszítsd meg a kötelet, én beakasztom a láb, és akkor szépen magadnak húzhatod fölfelé hátra a lábadat, ezzel is egy kicsit megnyújtva a négyfejű combizmat, illetve egy kicsit a csípőt is. Érzed, hogy feszül? Érzem. Az jó. Kis ügyességi feladatként még tartsuk meg legalább 15 másodpercig. Addig elmondom, hogy egy kis ügyességi feladatként úgy kell megcsinálnod, áttenni a másik lábadra majd, hogy szépen nem engeded ki. Értető? Értem. És már csak 5, 4, 3, 2, 1, és szépen átteszed a másik lábadra. Segítsünk? Megoldod? Na, kezdesz belejönni. És húzod szépen, hadd nyúljon a combizom. Lehet még egy kicsit rátenni. Bírod te még azt? Vagy már nem bírod? Húzod, és még egy 10 másodperc, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
kettő. Egybe akasztod mind a két lábadat, és egyszerre húzod. Menni fog, vagy segítsünk? Segíts. Jó. Segítünk. Otthon is ilyenkor anyát vagy apát meg lehet kérni, hogy segítsen. És akkor a két kezedben legyen a két. Megvan? Tehát szabad. Így szépen. És beakasztod, és akkor húzhatod előre teljesen. Nagyon jó. Húzod még laza a kötél, úgyhogy meg lehet feszíteni ott, lehet nyújtani azt a combizmot még. És 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és szépen kiengeded. Majd szépen lassan felülünk, és felállunk. És jön a következő rész majd.